elnöki Elenkával sikorra mutatom érhetően. Jól indítottam már a gépet, de továbbra sem. Akarja. Most nem tudom, itt közben Zoli fölhívta az elnőt, kérdezte, hogy egy gyors újraindulással esetleg. Hát ha meg lehet oldani itt a problémát. Csináljunk az ülésnapot, azt visszaírom, ami az előbb volt. Jó. Jó, tehát nem értettem tovább. Jó. Jó, mi a? Ne kezdjünk újat? Jó.
Nincs kedved följönni? Péter, följön. Tiszta van. Kell kormány. Már van nincs. Nem tudunk elindulni, nincs kormány. Se jegyzők, se kormány. De ki? Ki van kormánypárti jegyző? És hol a számban van? Tisztelt Országgyűlés, köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának 7. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Móring József Attila és Lenhardt Balázs jegyzőurak lesznek a segítségemre. Most soron következik a budapesti Kossuth tér rekonstrukciójáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Lázár János, Balsai István, Elsimon László fideszes és Harag Péter kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát H/3651-es számon, a bizottsági ajánlást pedig H/3651/1-es számon ismerhették meg képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Balsai István úrnak, a napi rendi pont előadójának, 20 perces időkeretben parancsoljon képviselő úr. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim! A terveink szerint negyed magammal benyújtott országgyűlési határozati javaslat elfogadása esetén egy nagyon hosszú idő óta rendezetlen helyzetet szándékaink szerint véglegesen rendezni tud. Címében azt a pontos megjelölést tartalmazza a javaslat, hogy a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról van szó, de valójában nyilván elolvasták a javaslatot, ennél jóval többet tartalmaz szándékunk. Ismeretes, tisztelt képviselőtársaim, hogy a II. Világháború végén Budapest ostroma és a akkori kormányzati negyedként, mai szóval mondom ezt, tehát a magyar királyi kormány működésének területe a várban volt, miniszterelnökkel és minisztériumokkal együtt természetesen semmivé vagy romhalmazzá vált. Ennek megfelelően az egyébként súlyosan sérült országgyűlés épületébe, az országházba költözött indokolt módon a háború utáni első magyar kormány. Ennek az indokoltsága természetesen akkor fennállott, de most számításaim szerint közel 70 évvel, 66 évvel ezt követően semmi nem indokolja azt, hogy a magyar kormány székhelye még mindig az országgyűlésnek helytadó országháza legyen. Akik képviselőtársaim közül nyilván sokan megfordultak európai és nem európai országok törvényhozásában, én azt hiszem, hogy sehol nem tapasztalták azt, hogy a végrehajtó hatalom feje és a országgyűlés tagjai, a törvényhozás tagjai társbérletben vannak.
Az eltelt 20-21 évben elég sok minden történt ennek a helyzetnek a felszámolása érdekében. Mindenekelőtt megemlíteném, hogy a miniszterelnök munkáját segítő miniszterelnöki hivatal döntő része egy különálló épületben helyezkedik el, közel az országházhoz, tehát a munka zavartalanságát is ez is biztosítja. Természetesen időközben a köztársasági elnök, aki szintén a Magyarország házban székelt, elköltözött, és jelenleg a korábban a magyar miniszterelnök rezidenciájának számító Sándor palotában Budán székel. Ettől függetlenül ennek a 21-es folyamatnak a vége az lenne a javaslatunk szerint, hogy a miniszterelnök úr és szűkebb környezete, a miniszterelnökség és még néhány olyan hivatali egység, amely jelenleg az országház félemeletén és főemeletén is található, szintén a új székházukba, illetve rezidenciákba költözne. Hogy ez melyik lesz, természetesen ez nekem, mint előterjesztőnek nincsen javaslatom, nem is lehet. Azt viszont most el tudom mondani tisztelt képviselőtársaimnak, megnyugtatásul, aki esetleg erre szorul, hogy nincsen szó semmiféle kormányzati negyed kialakításáról, semmiféle megalomán elképzelésekről a város valamelyik egyébként ide távol eső pontján létesülő új, nagy, különböző beruházásoknak tágteret adó épület felépítéséről. Erről tehát nincsen szó. Miről is van szó? Természetesen, tehát ez, ami minket illet, és amelynek szerintem minden képviselő kell, hogy örüljön és megnyugvással fogadja, hogy az országgyűlés fogja nem csak tulajdonolni, hanem kizárólagosan használni is ezt az épületet. Természetesen ezt a helyzetet, tehát a javaslat által elérni kívánt célt szolgálja az is, hogy a Kossuth Lajos tér, amelyet a határozott javaslatban úgy jelölünk meg, mint Magyarország alkotmányos főtere, szintén kerüljön kizárólagos állami tulajdonba, független a mostani tulajdoni viszonyoktól. Én nem tudom megmondani, hogy a főváros tulajdonában van-e, vagy esetleg az 5. kerületi tulajdonban van. Egy biztos, a javaslat alapján kizárólagos állami tulajdonba kerülne, és az országházzal együtt az országgyűlés hivatali szervezetének kizárólagos használatába. Ez tehát azt jelenti, hogy a Kossuth Lajos tér teljes mértékben osztja közjogi értelemben ennek az épületnek, az országházának a sorsát, és jogosult lesz kialakítani azt a méltó környezetet, amely felszámolja a jelenlegi autóparkoló helyzetet. Az előbb már utaltam arra, hogy tisztelt képviselőtársaim bizonyára sok helyen megfordultak, és a törvényhozás épületét nyilván szinte minden európai fővárosban megtekinthették, sehol nincsen az a helyzet, ami itt van, ami szintén egy kényszerű helyzetnek a most már több mint 20 éve gyakorolt formája. Az állandóan működő országgyűlés tagjainak és a hivatal dolgozóinak természetesen igénye lehet arra, hogy a gépkocsijukat a munkahelyük közelében tárolják. Ez egyféleképpen oldható meg, és ezt is tartalmazza a határozati javaslat 2/B pontja. Nevezetesen, ahogy fogalmazunk, lehetővé válik a kormányzati szervek működésével összefüggésben, tehát az ideérkezőkkel együtt értendően, a térre érkező gépjárművek tárolásának felszín alatti megoldása, magyarul nyilván tudják, ez azt jelenti, egy mélygarázs kerül kialakításra, amely természetesen, már megelőzöm a kérdéseket és esetleges kritikákat, természetesen pénzbe kerül. Nehéz elképzelni egy olyan építkezést, amely ilyen megoldás esetén nem kerülne pénzbe. Utalok arra, hogy a közelben, a Kossuth Lajos tér közelében igen igényesen és gyorsan kialakításra került a Szabadság téren egy mélygarázs épülete, és hát hasonló nagy mennyiségű gépjármű tárolására alkalmas módon.
a környezet lehető kíméletével került ez megvalósításra. Tisztelt képviselőtársam, nyilván tudják, hogy a Magyar Országgyűlés épületét, az országházat, ennek a jelentőségét is nyilván emeli a Szent Korona itt elhelyezett nemzeti ereklye jellege. Évente több százezren megismétlem látogatják. Ezek a látogatók természetesen zömmel hazai látogatók, de szép számmal és nagy számmal külföldiek is vannak közöttük. Meglehetősen méltatlan körülmények között várják a bebocsátatást, tudjuk, látjuk nap mint nap, hogy itt a sorbálás, ez a liba sorban történő átkísérés, ez az egész talán nem méltó fogadása a vendégeknek, akik egyébként tisztelettel szemlélik a mi munkánk helyszínét, megszűnne a javaslat alapján, és méltó fogadásban tudnánk részesíteni őket. És természetesen, ami a egyik legfontosabb szempont, növekedne a tér parkfelületet, tehát a zöld felület növekedne, ami pedig a tér javaslat szerinti átalakítását jelenti, magától értetődően a korábbi képzőművészeti egység és megjelenés helyreállítása mellett fennmaradna és méltó módon örökké látható lenne a tér szomorú múltjához tartozó 1956-os tragikus sortűz áldozatainak emlékműve is. Ennek megfelelően mindezt az országgyűlési határozat alapján a magyar kormány végezni el. Azért szeretnénk ezt a javaslatot még most a napokban elfogadtatni, hogy ennek a munkának a előkészítése, tervezése, jogszabály előkészítése, egyeztetése, igazgatási feladatok és mindenek előtt a költségek tervezése még ebben a fázisban, tehát a jövő évi költségvetés tervezési fázisában megvalósuljon. Mindennek alapján arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen. Képviselő, kérdezem a kormány nevében, kíván-e valaki a felszólalás lehetőségével élni? Igen, megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt előterjesztő képviselők. A határozati javaslat a következő felkéréseket fogalmazza meg a kormány irányába. Az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az országgyűlés elnökével és hivatalával együttműködve kezdje meg, és 2014. május 31-ig bonyolítsa le a tér teljes rekonstrukcióját. Az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy végezze el a jogszabály előkészítési, egyeztetési, jogalkotási és igazgatási feladatokat, és az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy gondoskodjon a végrehajtó hatalom szerveinek a törvényhozás épületén kívüli elhelyezéséről. Nos, tisztelt ház, arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a kormány megvárja az országgyűlés döntését, és az országgyűlés határozatát végre fogja hajtani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom önöket, hogy az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság írásban nyújtotta be ajánlását, előadót nem kíván állítani. Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adok szót. Elsőnek Vas Imre képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Az előttünk fekvő Háper 3651-es számú határozati javaslat a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szól. A javaslat célja két fő részre osztható. Egyrészt az országgyűlés előtti tér rekonstrukciójáról, másrészt, hogy megszűnjön az országgyűlés és a kormány közötti kényszertársbérlet. A javaslat négy pontjából az első pontban az országgyűlés felkéri a kormányt,
hogy az országgyűlés elnökével és annak hivatalával együttműködve kezdje meg és 2014. május 31-ig bonyolítsa le a tér teljes rekonstrukcióját. Az előterjesztés célként jelöli meg az országgyűlés épülete előtti térnek, Magyarország alkotmányos főterének szerepét betöltő területnek méltó kialakítását. A második pontban az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy végezze el mindazokat a jogszabály előkészítési, egyeztetési, jogalkotási és igazgatási feladatokat, amelyek a fent jelzett célok eléréséhez szükségesek. Nézzük részletesen a célokat. Egyrészt a Kossuth Lajos tér teljes területe a magyar állam tulajdonaként az országgyűlés vagy hivatalának vagyonkezelésébe kerüljön. Lehetővé váljék a kormányzati szervek működésével összefüggésben a térre érkező gépjárművek felszín alatti elhelyezése, illetve parkoló létesítmények állami üzemeltetése. Növekedjék a tér parkoló felülete. Lehetővé váljék az országház megtekintésére érkező látogatók méltó fogadása. Az 1956-os tragikus sortűz áldozatai emlékének megörökítése és a téren jelenleg álló képzőművészeti alkotások méltó elhelyezése mellett visszaállítható legyen a tér képzőművészeti arculata az 1944 előtti állapotnak megfelelően. Az országgyűlés épülete közjogi funkciójának sérelme nélkül valósuljon meg az országház nyitottabbá tétele. Harmadik pont értelmében az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az első pontban jelzett határidőig gondoskodjon a végrehajtó hatalom szerveinek törvényhozás épületén kívüli elhelyezéséről, és az országházat teljes egészében adja át az országgyűlésnek. Itt jegyzem meg, hogy volt idő, amikor ebben a házban került elhelyezésre például az elnöki tanács, annak hivatala, a minisztertanács 4-5 miniszterelnök helyettessel egyetemben, annak hivatala. A hatalommegosztás elvének érvényesülése szempontjából is fontosnak tartom a jelenleg fennálló kényszertársbérlet megszüntetését. Fontos kiemelni, hogy a határozati javaslat elfogadása és az abban foglaltak végrehajtása esetén az országház, amely a népszuverenitás letéteményesének, a törvényhozásnak a székhelye és a Szent Korona őrzésének helye, méltóbbá válna a bel- és külföldi látogatók fogadására. Összegzésként elmondható, hogy a javaslat céljai támogatásra méltóak, mert az országház előtti teret, magyar állam főterének méltó kialakítását, valamint a kormány és az országgyűlés kényszertársbérletének megszüntetését tűzi ki célul. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Burány Sándor képviselő úr következik az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm az elnök úr, köszönöm elnök úr a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Az előttünk